A jövő zenéje. A Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a Lángoló podcastje. Mai adásunkban Rab Árpáddal vendégünk Kemény János, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa, ugye jól mondtam? Így van. És hát az első kérdés természetesen az, hogy ez mit is jelent pontosan. Én is nagyon szépen üdvözlök mindenkit. Hát mit jelent a tudományos munkatárs? Elég sok mindennel kell foglalkozni. Kutatunk, tanítunk, és ilyen és hasonló műsorokban szereplünk, hogy próbáljuk megosztani a bölcsességeket, amiket elsajátítottunk így a kutatás és oktatás során. Ehhez mit kell tanulni, hogy valaki itt dolgozhasson? Alapvetően általában társadalomtudományi végzettség kell, tehát én jó magam politikatudományt tanultam egy jó ideig, utána nemzetközi kapcsolatokból doktoráltam, és aztán kutatgattam, és így kerültem az SVK-ihoz. Értem. Meglepő egyébként, hiszen a jövő háborúiról lesz most szó, hiszen sajnálatos módon azért most a szakértelmetekre elég sok helyen van szükség, hogy én azt gondoltam, hogy ehhez valamilyen fajta katonai képzettség is esetleg párosul, de akkor ezek szerint nem feltétlenül kell? Nem feltétlenül kell, bár nagyon hasznos tud lenni. Ugye minden háború célja politikai, és innentől kezdve ugye erre a dimenzióra is nagy szükség van. Hát vagy gazdasági. Azért egy ideje azt mondogatjuk, hogy a háborúk ideje leáldozott, és hogy most már gazdasági játékokat vívunk, és ezért mondom azt is, hogy most épp a 19. század támadt a 21. századra, és majd egyszer egy másik adásban beszélünk arról, milyen digitális kultúreszközöket használnak a háborúban, mert ilyen civil azt, amikor egy vendéglő ajánló rendszerén keresztül próbálsz eljutatni információkat egy elzárt országba, de minden esetre ez, hogy politikai, meg gazdasági, meg katonai egy háború, azt értem. Erről egyébként, amit mondasz, egészen konkrétan szerintem a jövő héten fogunk beszélgetni, ugyanis a mai adásban a kiberháborút szándékosan nem akarjuk nagyon mélyen érinteni, mert az biztosan meg fog érni egy külön adást. Azonban a hagyományos vagy hagyományosabb eszközökkel vívott háborút mindenképpen, és ahogy e-mailben beszélgettünk is Jánossal erről, azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy én azt gondoltam, mielőtt ez a mostani háború kitört volna, hogy hát manapság egy háború az már nem így néz ki, ahogy ez kinéz. Ugye mit lát az ember mondjuk az amerikaiak iraki hadviseléséről, hogy bemegy egy drón, az nagyon precíziós, vagy viszonylag precíziós módon lerombolja azokat a infrastruktúrális berendezéseket, meg levadásza azokat az embereket, akiket kell, és mire a gyalogság jön, arra talán egy nagyon jó példa a Generation Kill című sorozat, ami David Simon rendezett, ugye hiperrealisztikus, HBO-s nyugodtan meg is reklámozhatjuk, ami végig követi 8 részen keresztül egy szakasznak az invázióját, és talán egy lövöldözés van a 8 részen keresztül összesen, és tulajdonképpen az van, hogy dögunalom mennek, félnek is persze azért, de hogy igazából nincsenek ilyen harci cselekmények. Ehhez képest, amit most látunk a hírekben, abból úgy tűnik, mintha teljesen második világháborús eszközökkel vívnának a 21. században háborút, és én tökre nem értem, hogy hogy még mindig itt tartunk. A iraki példa az azért egy picit sántít, mert ott az iraki hadsereg, illetve az iraki biztonsági erők távolra se voltak annyira fölkészülve a történetre, mint azt számították volna kívülről. Utólag az amerikaiak nagyon szép hosszú tanulmányokat írtak arról, hogy alapvetően a Saddam rendszer arra volt berendezkedve, hogy a puccsokat megakadályozza, és ennek érdekében elaprózták ugye az erőiket, elaprózták a parancsnoki irányítási rendszert, nem beszéltek egymással a hadsereg, a köztársasági gárda, különleges köztársasági gárda vezetői, mert a rendszer attól félt, hogyha ezek így összebeszélnek, akkor majd itt probléma lesz. És akkor ebből az jött ki, hogy igazából mindenki félt a főnökségtől, a katonai vezetők azok nem tudtak rendesen koordinálni, az erők se voltak rendesen fölkészítve, és fals információk mentek föl szépen csúcsig, és aztán mindenkit meglepetésként ért Bagdadban, amikor az amerikaiak hirtelen ott voltak. Úgyhogy a iraki példa az azért sántít nagyon, mert ott egy demoralizált, rosszul szervezett erő nézett szembe egy ténylegesen első vonalas erővel, míg a mostani ukrán helyzetben azért nem ennyire egyértelműek a kontrasztok. És ott azt láthatjuk, hogy ukrán oldalról a motiváció, a kiképzettség, a parancsnoki irányítási rendszer azért egy jóval jobb állapotban van, mint volt mondjuk Irakban. Értem. Viszont
A másik oldalról mégiscsak ettől függetlenül is meglepő, hogy az, hogy mondjuk ilyen gyorsan nem sikerül lerohanni a területeket, az innentől fogva érthető, mint ahogy ugye az is, amiről szintén beszéltünk adás előtt, hogy az is érthető talán, és a múlt heti adásunkban a Gazda Albertel Ukrajnából ugye az is kiderül, hogy miért számíthattak az oroszok arra, hogy virággal várják őket, és ehhez képest milyen meglepő lehetett nekik, hogy nem. De hát a bevetett technika az nagyon nem olyannak tűnik, mint amit az ember gondolt volna 2022-ben. Hát igen. Tehát alapvetően ugye az utóbbi bő 10 év, amennyire én tudom, és nem vagyok orosz szakértő, de ugye orosz oldalról arról szólt, hogy akkor itt lesz egy nagy modernizáció, ugye új harckocsi típust vezetnek majd be, ugye légierőt megújítják. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy technikai oldalon voltak beruházások, ezek távolos olyan mélyre jutottak, mint azt ugye sokan számították, plusz szervezeti és vezetési oldalon úgy tűnik, hogy nagyon komoly problémák vannak, amit részben már ugye a grúziai háború is megmutatott. Akkor igen. Miért? Utánpótlási problémák akadtak, amennyire én ezt tudom, és hát már akkor is ugye fölmerült, hogy ilyen téren lépni kéne. Ehhez képest úgy tűnik, hogy nagyon sok beruházás az nem történt meg ezen a téren. Az utánpótlásnál ugye azt érted, amit most is olvasunk, hogy nem tudom, a harcoló egységek azok már ott vannak 80 kilométerre a határtól, de a benzin utánpótlás az meg még nincsen sehol. Így van, tehát a nehéz technika az rengeteg üzemanyagot kíván, a rengeteg ember az ugye enni akar, inni akar, kell nekik mindenféle dolog, mint lőszer, meg egyéb eszköz, ami kell a történethez, ugye akkumulátor, minden, ami ugye egy modern erő számára szükséges ahhoz, hogy működőképes maradjon, és ezt ugye nem lehet csak úgy a semmiből előteremteni, itt ugye a logisztikusoknak nagyon nagy szerepe van, viszont úgy tűnik, hogy elavult technikával, illetve hát nem túl jól védve kerülnek ők bevetésre, és az ukránok eddig a jelek szerint elég hatékonyan tudták őket támadni, és ezzel ugye nagyon komoly problémákat teremtettek az előre nyomuló erőknél. Árpi, téged mennyire lepett meg az, hogy ilyen eszközökkel indult el ez a háború, és egyelőre még ilyen eszközökkel is vívódik így 2 hét után? Maga az eszközkészlet az nem, én szeretem meg, követtem meg, mit tudom én, mármint a harceszközöket, bár nyilván a legképzettebb a második világháború harceszközeiből vagyok a sok-sok óra a körökre osztott stratégia játék miatt. Bármikor felismerem bármelyik német tank is makettjét is 1 centiben, és tudom, hogy... Hadd vágjak közben, ajánlj már valami jót, mert én a Panzer Generállal játszottam utoljára, de az 20 éve volt, vagy 25. Mi most egy jó stratégiai háborús játék? Hát a Panzer General utódjának megtalálása nagyon sok évet elvitt az életemből, mert vártam, megjelent tabletre egy Panzer 1 utánérzés, de a lényeg, hogy van, megvan az utód, az pedig a, nem is tudom, egy angolul, hogy van a neve, mindjárt eszembe jut, na lényeg, jó, hogy van egy utód. Jó, az igazi kibobrálás a hallgatókkal, nem, hogy megvan, de nem mondod el, vagy nekem adás után de elmondom, Order of War, és hát más már a pénzügyi modell is, mert jó drága, de viszont ez hozzáadja a panzerpillinget, meg annyival korszerűbb, amennyivel kell lennie, hát ajánlom, ez most is sajnos jelentős cikk csúszásokat okoz, amit nem mondhatok el senkinek, mert ha kell, ha meghallgatják, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy egy tudományos munkatársot, ugye ez nem illik. Na, a lényeg az, hogy egy kicsit a háború céljáról is van, ugye akkor is azt éreztük, hogy itt gazdasági háborúk vannak, meg az, hogy nincsenek is már háborúk, hanem szuper high-tech dolgok vannak, amikor valakire lecsapunk, aki kifejezetten a bűnös. És ez illik abba a változásba, amúgy zajlik 100 éve, hogy az ember életedre értékesebb. Az, aki bűnös, oké, de más nem bűnös, tehát egy egész nép nem bűnös. És ahhoz képest ez a mostani háború azért a régi idők szelleme, mert egy országra támasz rá. Az a baj, tehát ne értsétek félre, hogy ezt nem lehet másképp vívni. Tehát, hogy területet akar el, akar egy országot foglalni, ezt nem lehet precízióval meg drónnal, hogy egy ember kikapsz a város közepére, be kell vonulni. És azt nem tudod másképp. Úgy lehetett volna másképp, ami lehet, hogy ez volt a vízió, igen, hogy virágeső, meg villámháború, de abban a pillanatban, hogy ez nincs, akkor onnantól mit tudsz csinálni? A városok azok rémálmok. Egyébként az oroszok pont a saját győzelmi receptjüket eszik most meg, mert a németeket ők úgy állították meg a második világháborúban, hogy a városokból csináltak ellenállási gócokat, mert a városba bemész, akkor a technikai fölényed eltűnik,
Nincs látótávolság, egy molotov koktél lehet ugyanolyan durva, mint egy 6000 dolláros rakéta, és embereket kell ölnöd, civileket kell ölnöd, és ugye ott a második világháborúban az utánpótlási vonalak túl hosszúak lettek, és elvéreztek a németek a városokban. És most ugyanez van, hogy az a baj, hogy olyan döntés elé kerülnek, hogy úgy tudnak berontani a városokba, hogy mindent szétlőnek. Ehhez ez a haditechnika van, ez megvan régóta, ágyuk. Mégis ugyanolyanok, mint a második világháborúban, csak messzebb lőnek, meg újfajta bombák vannak. Én nem is akartam ilyenre gondolni, hogy ezt valaha ilyen méretben bevettük, mint most, tehát hatalmas gyász és döbbenet van a szívemben, de ezt nem lehet más technikával. Tehát az, amit a filmekben láttunk, ez a szuperügynök, aki bemegy és kikapja meg a szuperdrón, ezek nem országfoglaló technológiák, hanem terrorista büntető, vagy rendszabályozó, vagy de ezek nem háborúk. De az sem lett volna elképzelhető, vagy nyilván nem, csak én kevéssé értem, hogy miért nem, hogy oké, akkor tényleg a hadsereget akarják kiiktatni, hogy mondjuk a rakéták, amikkel adott esetben sok száz kilométerről is tudnak támadni, hogy azt nem tudják ténylegesen csak a nem tudom laktanyákra, a repülőgépek vagy repülőterekre irányítani. Mert hát azt mondják, hogy az ukrán légierőt se sikerült elpusztítani, pedig azért valószínűleg azt a legnehezebb elrejteni. Hát minden attól függ, hogy mennyire van fölkészülve egy adott erő, és ugye például a hidegháború idején Németországban az amerikai erők sokat gyakorlatoztak azzal, hogy autópályákról tudjanak felszállni sugárhajtású gépekkel és egyebekkel. Tehát lehet itt ügyeskedni, de ez kell ugye egy rugalmas személyi állomány, kell egy megfelelő technikai felkészültség. Nem tudom, hogy az ukránok ezt hogy oldják meg. Itt valószínű orosz részről is vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, tehát ők nagyon úgy tűnik, hogy bíztak abban, hogy tényleg megvan az a precíziós mélycsapásmérési képességük, amivel az ukránoknak komolyan tudnak ártani. Ehhez képest azt látjuk, hogy az ukránok azok valószínű, ugye részint nyugati információknak köszönhetően föl voltak ilyesmire készülve, és nem hősiesen akartak meghalni az orosz rakétatűzben, hanem fölkészültek arra, hogy decentralizáltan működjenek, igyekeztek a fontosabb eszközöket feltehetően szétszórni, és ugye ennek megfelelően meglepetést okozni az oroszoknak, ami sikerült is. Tehát akkor tulajdonképpen az orosz technológia az megvolt ahhoz, hogy be se kelljen akár lépniük az országba, és úgy célt rakétázzanak minden, csak nem volt ott semmi, ahova céloztak, vagy kevés dolog volt. Kevesebb volt, igen. Tehát ugye már tavaly december óta, vagy sőt, még korábban is már, ugye amerikai oldalról folyamatosan volt az a ráutalás, hogy itt háború lesz, és hát ugye kormányközi meg fegyveres erők közötti kommunikáció az valószínű mélyebbre ment, úgyhogy valószínűleg az ukránok erre jobban föl voltak készülve lelkileg és szervezetileg is, hogy mi fog következni. Itt nagyon-nagyon sok tényező van, ez abszolút benne van az, hogy ez most egy olyan háború, amit egy nép vív egy néppel, ami ez sem igaz, mert erről már több helyen beszélgettünk, de azért az orosz-ukrán távolság azért nem volt olyan nagy, vagy nyelvhasználatban, vagy bárhogy, de mégis ez lett belőle, és ez szerintem egyébként az ukrán kormánynak a kiváló kommunikációs stratégiájának követhető, amit a médiatérben nyomnak, és félelmetes mennyiségben gyűjtöm az anyagokat, mert erről majd írni kell. Most a lényeg, hogy nem lett modern a hadsereg. Tehát a diktatúrákban az a jó, és most így leegyszerűsítve Oroszország diktatúrán hívva, hogy sok a hazugság, ami lentről megy fölfelé, hogy ne bántsanak. Tehát, hogy az látszik, hogy az, amit ígértek a legfőbb vezérnek, azt nem hozták. Tehát a legsikeresebb csapások még a hadüzenet előtt megtörténtek délen, utána hirtelen kiderült, hogy nincs logisztika. Nem beszélnek egymással szárnyak. Kiépítettek egy nagyon titkos kommunikációs szoftvert, amit használni kell, utána kilövik a 4G tornyot, amin keresztül működik, tehát ők sem tudnak kommunikálni utána. Ez konkrétan megtörtént? Ez abszolút van, és nincs meg az összhang. Tehát a robusztusság megvan, de valószínűleg itt nem olyan emberek voltak, akik tudják, hogy na mit csinál a másik, hanem ez a fokozott titoktartás, a többi ez. Oroszország finnek ellen is ezt csinált a másik világháború, hogy lefejeztek minden tisztet, mert a tisztek meg fognak engem pucsolni, és akkor utána őrmester szinten beküldték őket egy másik országba, szintén heroikus küzdelem volt, de elbuktak. Azért azt is látni kell, és ez igen, meglepték az oroszokat, de az a baj ezzel a Brusilov-gőszengel stílussal, hogy igen, nem modern technológia, de végül is működik. Tehát ledarálják lassan, itt az a kérdés, hogy elég időt nyere Ukrajna ahhoz, hogy nem tudom, gazdasági vagy politikai szintére meg lehessen nyerni ezt a háborút, ami a legnagyobb nyereség most egy béke lenne nyilván.
de nagyon sok hibát követnek el. Tehát, hogy az a villámháború stratégia, amit ők akartak művelni, ez nem így működik. Az egy borzasztóan jól összehangolt, különböző fegyvernemek közötti együttműködés. Hát itt abszolút nem figyelhető meg. Na, hogy kéne annak működnie? Alapvetően úgy kéne működnie, hogy ugye egymást támogatják a különböző fegyvernemek, haderőnemek, tehát... Milyenek vannak? Gyorsan fut, ez végig is futhatunk. Haderőnemek azok elkezdtek az utóbbi időben nemzetközileg szaporodni, tehát ugye vannak a klasszikusok, a szárazföldi hadsereg, légierő, haditengerészet, egyes országokban tengerészgyalogság, űrerők, van, ahol elkezdett a kiber is ilyen irányba elindulni, és hogy az Egyesült Államokat említsük, meg a parti őrség is egy önálló haderő, nem? Uh-huh. Tehát itt vannak érdekes egyedi megoldások. De mondjuk az már csak egy szervezeti felépítésbeli kérdés talán, nem? Tehát, hogy a tengerészet meg a parti őrség az azért nagyjából ugyanazzal a fegyverzettel rendelkezik, meg ugyanazt a dolgot csinálja. Hasonlót csinál, tehát alapvetően ugye a parti őrségnek az USA-ban a feladatai azért 80-as évek óta növekszenek, elsősorban a drogcsempészet megakadályozása miatt, illetve annak a fejlődése miatt, tehát amikor már ilyen félig alámerült csempészhajókat vagy kvázi tenger alattjárókat kell felderíteni, az már nem az a hagyományos feladat, amit ugye olyan egyszerű megoldani. Ugye a haditengerészet az pedig ugye expedíciós erőket kell, hogy támogasson, tehát van saját légiereje, minden, amit el lehet képzelni, ugye gyalogságot kivéve, arra ott van a tengerészgyalogság. Uh-huh. Mondjuk az orosz modell az egy picit más ehhez képest. Tehát az milyen? Ennek nem vagyok szakértője, de ott azt hiszem a tengerészgyalogság, illetve a tengerészetben is van némi más felépítés, uh-huh. tehát ott is van talán némi önálló gyalogság, ennek tényleg nem vagyok a szakértője. Hát ők most ugye ország déli részén kerülnek bevetésre, ahol ugye olyan a helyzet, hogy szükség van rájuk, és ugye az szokott lenni nemzetközileg a föltételezés, illetve a hír, hogy ugye a tengerész gyalogosok azok általában erősen motivált és jobban képzett személyek szoktak lenni. Meg fogjuk látni, hogy az orosz mintában ez hogyan fog érvényesülni. Értem. Az egy érdekes kérdés még egyébként, hogy mielőtt azért persze végleg eltemetjük ezt az orosz haderőt, hiszen azért azt ti is mondtátok, meg elhangzott sokszor, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a klasszikus mondás szerint minimum háromszoros túlerő kell ugye a támadáshoz, de lehet, hogy ez már 5 vagy 10-szeres is, és ehhez képest itt azért egyáltalán nincs ebből a szempontból túlerő, mert nagyjából annyi támadó katona van, mint védés, mégis haladnak előre, tehát hogy azért azt se lehet kijelenteni, hogy ez teljes kudarc. De azt vajon, hogy mérhette el az orosz titkosszolgálat, hogy azt higgyék, hogy virággal fogják őket fogadni? Tehát, hogy ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy de nem. Szerintem ezeket nem fogjuk sose megtudni, de hogy ez, mint az előbb is mondtam, ezek a hazugságok terjedhetnek. Tehát, hogy mit mondasz, hogy hát ezek az oroszok nem is szeretnek minket, vagy hoznom kell olyan jelentéseket, hogy hát át fognak állni. Mindegyik ugyanezt, aztán a Hitler is azt mondta, hogy korhat, nem tudom, kint fog kidőlni Oroszország, hogy ha betölsz hirtelen, és a lakosság az oldaladra áll, akkor igen, és egyébként az a vicces, mi ebből a vicces, de hogy ha ezt máshogy csinálják talán akkor, de a gonosz természete mindig önmaga ellen fordul, mert azzal, hogy titokba kell tartani, végül is ez egy különleges katonai művelet. Ez nem egy orosz háború, egy gonosz ellen, ami mondjuk a másik világháborúban jó volt kommunikálva, akkor a tisztek nem tudhatnak, mert kiszivárog infó, és a nyugat meg tudja, stb. Tehát magyarul felkészületlen emberek olyan helyre mennek, ahol nem is tudják, hogy mi van. A titkosszolgálat sem tud olyan adatokat hozni, amit kell, mert hogy titokba kell tartani. Amúgy az egészet, tehát pont azért, mert az egész egy sumákság. Nem egy nemzetvédő háború, ahol viszonylag tiszták a dolgok, hanem ez a háborúzunk is nem is, hát hadd gyakorlaton vagyunk, de azért átnézünk, millió ilyen elszólást láttunk, és én azt gondolom, így utólag a történelmi tapasztalatomból is rengeteg hazugság veheti körül Putyint, vagy bárki döntéshozókat, ami egyszerűen eltorzította az ő látásmódjukat, és lehetett volna ez akár úgy is, hogyha ez tisztában kommunikál, de milyen kommunikáció volt, semmi, egyszerűen csak feltűntek egyszer, csak hogy ez egy különleges, még csak nem is háborúnak hívják ők sem. Tehát így hogy várod el, hogy valaki pozitívan reagáljon, mert mi ki vagy te? Tehát, hogy de most te most hadd gyakorlatozon állunk, értitek? Tehát nem volt meg az a kommunikációs üzenet, most mindegy, hogy kinek szurkol az ember vagy sem, ami mellé állhatná, mert nem volt kommunikációs üzenet, mert sumák az egész ügy.
ő sem tud üzenni, nem tud kirakni egy orosz zászlót, mert ő csak azért jött, hogy nácitlanítson, vagy éppen mi. János, jegyzeteltél is közben. Én csak felírtam magamnak pár gondolatot, hogy el ne felejtsem, tehát volt ilyesmire már példa, hogy ugye nagyon félre gondol valamit egy vezetés, most így klasszikus példának bedobnám ugye a disznóbőlbeli amerikai működés. Tehát ők is úgy gondolták, akkor nem kismértékben ugye a Kubában élő amerikaiak véleményére alapozva, hogy egy kis nyomás elég lesz majd ahhoz, hogy ez működjön. Nekik is voltak ott korábban kisebb-nagyobb sikereik. Gyorsan mondjuk már el, mert azért nem biztos, hogy mindenki, főleg a fiatalabb, bár mondjuk nyilván ezt még mi se éltük már át, még én sem, de hogy ugye ez, ez nem egy amerikai... róla, hogy mi történt ott a parton, de elúsztam onnan. Partra szállási kísérlet volt ugye a 61-ben, vagy 60-as évek elején? Így van, tehát Kubában. Igen, tehát alapvetően az amerikaiak akkor szerveztek így a korábbi kubai rezsimnek a híveiből egy ilyen expedíciós erőt, amit részint ugye a Latin-Amerikában képeztek ki, és az volt a tervük, hogy ezeket az embereket partra téve, majd ugye a kubai lakosságnak a elkesedésével együtt megdöntik az újonnan hatalomra került Castro rezsimet. Ehhez képest azt láttuk, hogy miután megtörtént ez a partraszállás, a kubai állami erők, illetve a lakosság is az egyértelműen szembefordult ezekkel az erőkkel, amik hát nem voltak túl jól motiváltak, felszerelésük sem volt annyira jó. A támogatás, amit az amerikaiak ígértek nekik légi előkészítés terén, az végül elmaradt politikai okokból, és akkor ennek köszönhetően egy hatalmas és nagyon gyors kudarc lett a történetnek a vége, és ez ugye politikailag rányomta a bélyegét a szovjet-amerikai kapcsolatokra is egy időre, aminek aztán ugye egyes vélemények szerint a kubai válság egy ilyen közvetett eredménye lett. Hogy is volt aztán utána ott a rakétaválság, mert hogy ugye partra szálltak a disznóbőlbe, őket viszonylag hamar vissza is verték egy-két nap alatt, vagy hasonló, de hogy aztán ott lett egy rakétaválság, hogy a Szovjetunió oda telepített rakétákat, vagy akkor jött oda, vagy mondd inkább te, mert én csak tényleg tippelgetek. Ugye a kubai vezetés azután attól félt, hogy az amerikaiak majd közvetlenebbül fognak próbálkozni, úgyhogy ugye az új nagy testvérrel, a Szovjetunióval igyekeztek ők jobba lenni, és el tudták érni azt Hruscsovnál, hogy kis és közepes hatótávolságú nukleáris rakétákat kezdjen el Kubába telepíteni, amit az amerikai hírszerzés és felderítés érzékelt, és aztán amikor ez ugye nyilvánvalóvá vált az amerikai vezetés számára, akkor ők úgy döntöttek, hogy fölvállalnak egy konfliktust, nem háborút, de tulajdonképpen fegyveres erőt alkalmaztak annak érdekében, hogy megakadályozzák ezeknek a rakétáknak a telepítését, de erőt nem alkalmaztak. Tehát ez volt a ügyeskedés. Azt hogy csinálták? Oda mentek demonstrálni? Tehát tudták, melyek azok a hajók, akik viszik a rakétákat, és felvonultak. De ez nagyon feszült pillanat volt, és így kísért a térsed egybecsengés, mert ugyanaz a reakció, azt mondták, hogy na, ilyen rakéták nem lehetnek mellettünk, végülis Putyin is most azt mondta, hogy hát ilyen rakéták nem lehet mellettünk, más kérdés, hogy van-e vagy mindegy is, hanem az, hogy ez egy reakció, csak az, hogy az egy feszült, mert iszonyúan dolgoztak azon, hogy tényleg ne vessenek be fegyveres erőt. Tehát ott volt egy blokkád, és elé állt a hajó konkrétan, meg annyi hajó volt ott, és a súly, de nem lőttek. És azért ezt így utólag könnyű, aztán nem ilyen jó megoldás volt, de ott telhettek a percek és az órák, és hogy valamikor meg kell hozni a döntést, és nem hozták meg azt, tehát nem akartak háborúzni semmiképp, és ez egy nagy piros pont nekik, ami nem azt jelenti, hogy csodáljuk őket, hanem az, hogy akkor ez sikerült megúszni. Ez mennyi ideig tartott? Van erről egy film is, ugye Kevin Costner főszereplésével. Igen, melyik? A 13 nap, ha jól emlékszem. Tehát ez minden kérdésre válaszol. Igen. Mikor volt az 1848? És ha valaki ugye meg akarja nézni a hollywoodi földolgozást, az bátran megteheti. Na hát ez teljesen jó új információ, köszönöm szépen. Itt ezek azért is érdekesek, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy most virágessé vagy sem, hogy ideológiák, és sokszor azért nem értik meg a vezetők, mert ez megint társadalomtudomány, hogy a fejében nincs meg egy bizonyos koncepció, mint ahogy ezt
látjuk, az amerikaiak Afganisztánban, és a demokrácia jó dolog. De el kell tudni fogadni, nem akar mindenki demokrácia, lehet, hogy akar valamit, de hogy nem lehet a demokráciát készen és tisztán exportálni, hanem idő, míg kifejlődik. És Kína és a Soroszország is azt mondja, hogy persze ti folyamatosan ezt mondjátok, hogy ide demokrácia, stb., de nekünk nem ez a dumánk. És Afganisztánnak sem ez a nyelvezete, mint ahogy itt valószínűleg egy olyan félreértés volt, hogy kevés dolgot lehet tudni, de azt látjuk, vagy több helyen láttam én is leírva, hogy Putyin tényleg úgy gondolja, hogy Ukrajna nem ország, azért nem, mert végig is szegény Ukrajna amúgy tényleg általában inkább a felosztásokról szól a történelme, mint az, nem tudom, 1914 meg 17 között tényleg kikiáltottak valami függetlenséget, de aki igazából tudott, mindenki elvett területet, meg aztán végül is Oroszország része. De kiderült, hogy van ukrán nacionalizmus, ráadásul egy olyan nagy, hogy a sportolók külpödről egy jólétből, egy biztonságos jólétből hazamennek egy szörnyű helyzetbe. Ez ilyen értelemben csoda, hogy kiderült, hogy van. És az valóban a hírszerzésnek a hibája, ezt azért lehetett volna tudni. Most nem azért, de tisztásom tudós tudok küldeszt a jó kérdőjével, akkor ezt fel lehet térképezni. Csak valószínűleg ez eszébe se jutott. Tehát maga az alapkoncepció, tehát hogy ilyen nincsen, hogy ukrán nacionalizmus, mert úgyis oroszul beszélnek, meg mit tudom én. És egy kapcsolódó probléma, ugye, hogy békeidőben mindig más eredményt fogunk kapni, mint egy háborús helyzetben. Tehát igen, alapvetően egyébként voltak fölmérések, amennyire tudom, arra vonatkozóan, hogy ki állítja magáról, hogy ő majd nagyon ellen fog állni, hogyha történik valami. Ehhez képest ugye egy háborús helyzet az mindig nagyon polarizáló egy társadalom számára. Tehát ott el kell dönteni, hogy ki marad és harcol, el kell dönteni, hogy ki megy el, és aki megvállalja, hogy marad és nem harcol, annak meg aztán egy külön kaland lesz az élete. Úgyhogy alapvetően a közös nyelv, közös kultúra egy ilyen helyzetben nem feltétlen összetartó erő lesz, hogyha az lesz a benyomása a helyi lakosnak, hogy ezek az idegenek rá akarják erőltetni a politikai akaratukat, elképzelésüket. Ez amúgy tényleg meglepett, hogy itt most társadalomtudományon beszélve, én 2016-os, ma volt egy nagyon nagy felmérés ukrán területen, nyelvi, etnikai, gazdasági, és ott például ezeket is nézték, hogy melyik cég kikkel üzletel, tehát hogy hova viszi. És egy nagyon éles határvonal látszik a Dnyeper mentén, a tőle keletre levő cégek tényleg inkább Oroszországba viszik a termékeket, és vissza a nyelvi, tehát hogy úgy, hogy nagyon szépen leírható volt 2016 után, hogy ez egy végletesen kettéosztott ország, ahol minimum a jobb oldala vagy a keleti része, az nagyon orosz oda kötődik. De az derült ki, hogy valahogy mégsem így történt, mert igen, a gazdasági kapcsolatok, és ez nagyon hatalmas tanulság amúgy, hogy nem szabad elhamarkodottan megállapítani, hogy picit más. Én szerintem az ukrán nacionalizmust ez a nem is tudjuk, mi történik, csak jövünk ellenetek iránt érzett harag is. Tehát, hogyha ez le lett volna kommunikálva, vagy valahogy ez egy orosz üzenet, vagy valami, lehet, hogy máshogy sül el, de így tényleg csak, hogy mondjam, barbárok voltak a kapuk előtt, és nem valaki, akit kit kedvelje. Viszont a mi és ők tudat nagyon gyorsan kialakult, mert hát éppen lőnek rám. Pillanatra, hogyha visszakanyarodunk még a disznóöbölhöz, mert ez egy nagyon szép példa tulajdonképpen, ami eszembe se jutott egész eddig, de hát ezért vagytok ti itt, hogy annak ugye tudjuk, mi lett a vége, tehát ott végül is az lett a vége, hogy nem telepítették oda a rakétákat, tehát visszakozott a hát agresszor, mindegy, az egyik fél. Látjátok azt, hogy ennek lehet-e valami hasonló vége? Ki tud ebből bárhogy is hátrálni még Putyin? Hát én jelenleg nagyon nem látom, hogy mi lesz itt a végjáték. Alapvetően ugye magának az orosz társadalomnak ezt az egész történetet igyekeznek egy fájdalommentes és pozitív fényben feltüntetni. Egy bejelentés volt tudtommal, ugye mai napig orosz oldalról, 500 halottról. Ugye a kijövő képanyag alapján azért feltételezhetjük, hogy ennél azért jóval jelentősebb katonai veszteségeket szenvednek el. Politikai oldalról nagyon nehéz dolguk lesz, tehát ugye mik voltak a kitűzött célok, ugye gyakorlatilag egy kormányváltás, demilitarizálás Ukrajnának, jelentsen ez nagyjából bármit is, mert ugye első világháború óta erről elég eltérő
képek vannak, hogy ez hogy is nézhet ki, vagy hogy is kellene kinéznie. De egyébként ezt fel is sorolhatjuk, vagy végigmehetünk rajta, hogy ez hogy nézhetne akárki. Hát például az első világháború után az volt az egyik ugye, nyugati feltétel, hogy ne legyen vezérkar. Németországban. A nehéz fegyvereket korlátozni, ugye különböző fejlesztéseket, beszerzéseket potenciálisan korlátozni, létszámot korlátozni. Tehát ezek mind olyan játékok voltak, amit aztán a németek második világháború előtt azért jól kijátszottak, volt egy 100 000 főben maximált hadsereg, meg volt egy 150 000-es rendőrség, ami gyakorlatilag egy ilyen kvázi tartalék volt, illetve hát a hadsereg gyors feltöltésére szolgált. Akkor a elméletet ők nagyon jól lejátszották harckocsi fejlesztésben, hogy hogyan kell taktikákat előre vinni, és ugye második világháborúra azt mondhatjuk, hogy a britek, akik ugye föltalálták a harckocsit, ők elfelejtették, vagy nem igazából gondolták át, hogy hogyan kellene használni azt, azt a németek megmutatták nagyon sok szempontból. Úgyhogy tudnak itt érdekes fejlemények lenni. Ugye most Ukrajna az egy teljesen más történet. Ott ugye a beszerzések korlátozása, és igazából az a kérdés, hogy ezt hogy lehetne betartatni egy hosszú távú orosz jelenlét nélkül. Igen, itt a betartatás, tehát az, hogy demilitarizáció, oké, lehetne ez sok minden, és a németeknél is azért az elején így kijátszották, utána meg egy regátlástalanabbul, tehát nem akarták a béke hívei, mert ott azért volt egy hatalmas trauma az első világban, és tényleg nem akart senki háborúzni, és be volt írtva például a repülőgyártás. Amikor már tényleg repülőket gyártottak nagy számban, akkor már mindenki érezte, hogy ezek azért kicsit ki vannak játszva, de nem akarod betartatni, mert a békében hiszel. Itt meg valószínűleg az ellenkezőre lehetett volna számítani, nem az, hogy mondjuk lehet ilyet is mondani, hogy csak oroszok által kinevezett, azt csinálsz, amit akarsz egy olyan országgal, amit elfoglaltál, csak hogy ezek hazugságok. Tehát, hogyha azt a szorítást akarja fenntartani, vagy akarta volna Putyin fenntartani, amit ugye elképzelt, az egész nyilvánvalóan egy olyan bábkormány, ami a kezéből leszik, akkor viszont demilitarizálni sem kell, mert akkor meg úgyis a brewing, sőt, el is tömöm őket fegyverrel. De itt, hogy a gazdasági háború, hogy a hátországnak hogy magyarázod el? És érdekes módon ugye a hidegháború szelleme mennyire visszajött. És hogy a nyugati cégek, hogy döntenek sorra a szankciók mellett, hogy biztos nem örülnek neki. Mondjuk itt a KFC, ami nyereséget csak az orosz piacról tett az utóbbi időben, ő is kivonul, igen. McDonald's is kivonul, stb. Stb. Tehát van egy orosz polgárság, akinek van egy nagyon gazdag rétege, de sok egyre jobban gazdagodó, és azokkal pont kihúzzák a fogyasztói társadalmat. Tehát az mindenképp megtörténik most, hogy a kínai piaccá válik Oroszország, mert hát nincsen okostelefon, nincsen hamburger, nincsen semmi, de ezek azok, amiket látsz. Tehát, hogy kommunikálsz bármit az állami médiában, az emberek azt érzik, hogy elvettek tök valamit, tehát szerintem győzelemnek nem. És egy olyan háborúról, ami épp zajlik, és percenként követjük, nem szívesen mondanék valamit, de én úgy látom, abban bízom, hogy a 19. század kapott egy nagy pofon. Attól félek, hogy valami győzelmet fel kell mutatni mindenki, félek, hogy ez egy városnak a lemészállása, vagy egy területnek a kiszakítása. A feszültség út megmarad, a hidegháborús hangulat megmarad, de amúgy én abban bízom, hogy ez lesz a vége, ami aztán mindig az lesz, ha jön valami karrierista, és mondjuk 10 év múlva egy olyan ukrán elnök jön, aki mégis inkább oroszos, és akkor ő arra felé kezdi. Ez a gót már mindenképp megmarad, mert hát nincs háború trauma nélkül, általában egy-két nemzedék múlva múlik el. A németek szerintem mostanra dolgozták fel a másik világháborút 100 év. A tőlünk délre levő... Jézusom, mondjuk, már tényleg majdnem 100 év. 80 mondjuk, de igen. Tehát, hogy az is mindig azt gondolná az ember, nem, hogy a gyerekkorából, hogy hát az egy olyan 40-50 éve volt, és így közben nem. Igen. Én gondolnám azt, mert akkor tanultam mondjuk róla, amikor éppen 50 éve volt. Azért a jugoszláv háborúnak a traumái, tehát, hogy mint turisták, igen, hát nem érzik el, tehát ezek a traumák úgy is ott lesznek. Én szerintem itt valahogy azt kell, mindenki azt érezze, hogy egy kicsit győzött. Az ukránok mindenképp azt érezhetik, hogyha ez úgy ér véget, ahogy én szeretném. A nyugat is érezheti, mert azt mondja, hogy a gazdasági front győzött a célfrontja fölött, és hogyha nem tudom, megkapja a krímet, meg még valamit, és azt el tudja könyvelni győzelemnek, akkor inkább azon múlik szerintem, hogy ő személyesen Putyin mit fogad el győzelemnek. Az, hogy mit kommunikál az országnak hivatalosan, és azt elhiszik-e, az szerintem az egy másik történet. János, bólogat. Hát a helyzet az, hogy most még ugye nagyon nehéz így ilyen projekciókat felállítani. Ugye a politikában mindig az a szép, hogy azért mozgó célpontok vannak. Tehát amint ugye az erő alkalmazása korlátait el fogja érni onnantól kezdve,
a politikai célokat is majd változtatni kell ahhoz, hogy valamilyen olyan lezárást kapjon ez az egész történet, ami valamilyen szinten elfogadható. Oroszos kollégáim ugye most azt mondták legutóbb, hogy már ugye Zelenszkijnek az eltávolítása nem jelenik meg olyan sarkosan az orosz követelésekben, mint korábbi időszakban. Rögzítsük, ez egyébként március 9-én zajlik ez a beszélgetés, tehát amit hallotok, ez akkori információk, igen, délután 3:44-kor éppen. Így van, és hát ugye más követelésekben is azért következhetnek be változások, attól függően ugye, hogy hogy alakul a helyzet a hadszintére. És ezt ugye jelenállás szerint nagyon nehéz előrejelezni. Mind a két fél az ugye győzelmi jelentéseket ad, és köztesen megítélni a reális helyzetet az külső szemlélő számára egy nagyon nehéz történet. És hát egy olyan előnyben vagy kevésbé szép helyzetben vagyunk, hogy a közösségi médiának köszönhetően azért egy új perspektívát is láthatunk a háborús viszonyokból, és ez természetesen nem egy objektív kép, ezek mindig kiragadott dolgok egy adott hadszintérről, ugye attól függően, hogy mit kap fel a közösség, meg egyáltalán honnan lehet ilyeneket most infrastruktúra állapota mellett ugye még fölvenni, feltölteni és elterjeszteni, tehát itt mindig halmozottan hozzá kell gondolni, hogy ez egy problémás történet. Viszont ugye civil áldozatok terén hogyan károsul az infrastruktúra? Egy olyan új perspektívát láthatunk, ami eddig nem volt ott, és ezzel ugye például az orosz állami médiának voltak problémái, illetve hát ugye ámblokk az oroszoknak. Háború első hetében nagyon sokat néztem a különböző hírcsatornákat, és ha jól emlékszem, a CNN-nek a Fred Plytken nevű újságírója, az ott állt a kamera csapatával a határ orosz oldalán, az egyik út mellett, és filmezték az utat, onnan jelentkeztek be, meg beadták, hogy mi ment el mellettük éppen a frontvonalra. Úgyhogy az, hogy különleges műveletnek kezdték el például nevezni, és nem háborúnak, ennek megfelelően a cenzúra az első körben nem volt ott, tehát nem tilthatták ki a bár ugye az orosz jognak ezt a részét nem ismerem részleteiben, de ez szokott lenni ugye a norma, tehát nem tiltották ki őket. Ilyen szempontból is egy teljesen új perspektíva született, mert most ugye már a nemzetközi médiumokat ugye nagyjából egészében kitiltották, úgyhogy ilyen élő riportokat már nem igazán fogunk látni a közeljövőben. De hát viszont a Twitteren, meg a mindenhol ugye a magánemberek híradásait azt meglátjuk folyamatosan. Hát igen, de nagy digitális kultúra csata, mert itt is most a hidegháborút izolik, tehát a Facebookon nem fogod látni az oroszoknak a posztjait, vagy Twitteren, nem, mert ezek már ki vannak tiltva. Bár azt egyébként mondjuk ők maguk, tehát azt Putyin tiltotta ki, ugye? Igen. De ettől függetlenül nem fogod látni, persze. Ennek ugye akkor az a visszalövése, hogy ő leszeretné tiltani a saját állampolgárait a Facebookon felelhető hírekről, de innentől fogva az ő propagandájukat sem tudják eljuttatni a világ többi részére. Hálózati világban élünk. Hálózati társadalomban ez, hogy levágod magad mindenhonnan, mert olyan gyűlöletet keltesz magad felé, ezek visszacsapnak. Tehát ez lehet, hogy a hidegháborúban működött, vagy amikor Putyin még 20 éves kis KGB-tiszt volt, hogy leblokkolok vasfüggönnyel egy országot, megteheti végül is, de hogyha nem jönnek be ezek a jóléti termékek vagy informatet, hogy kicsi rés, hát azonnal beszivárog. A digitális kultúra borzasztó találékony. Tehát mikor Airbnb szállásdíjakon keresztül jótékonykod, amikor éttermi értékelőlapokon keresztül juttatsz el propagandát. Tehát, hogy vagy teljesen levágja a nyugatról, és akkor tényleg dönt emellett. Itt ez az első napokban ez nagyon megvolt, hogy személyes élményeken keresztül. Most azért azt is látni kell, hogy ez a borzalmas háború, ez zajlik. Infrastruktúra megy szét, most már tényleg szinte semmit nem tudunk azért, mi zajlik. Főleg azért, mert az ukrán ellenállás egyre inkább partizán jellegű, akárhogy is nézzük, nagyon szurkolunk nekik. De ide tartozik egy másik nagyon hős csapat, akiket csodálok, azok az orosz tüntetők. Tehát, hogy laksz valahol, ahol tudod, hogy kedves szóval, nem tudom, erős kezű vezető van, vagy diktátor, vagy nem tudom, atya, és tudod azt, hogy zajlik valami, és tudod, hogy a tüntetés után neked nagyon rossz lesz, és kimész. Ez az a polgár réteg, aki viszont igenis Twittert akar használni, igenis, és ez nem fogyasztói értelemben, hanem a nagyvilághoz akar tartozni. És ez ugyanolyan bátorság, mint amikor az ukrán emberek kimennek csatázni, és hogy két oldalon ilyen emberek szívnak, ez annyira elkeserítő. Igen, egyébként, és pont a múlt heti adásunkban is az elhangzott,
Ott Albertnél, hogy én azt gondoltam volna, hogy oké, de hát ez 1-2 millió ember, de aztán úgy tűnik, hogy azért ez inkább 10 milliós réteg a 220 milliós Oroszországból, hiszen hogy ő is mesélte, hogy 10 évvel ezelőtt egy nem tudom, jekkora világbajnokságon Irkutszki favágóval mulatott együtt, tehát hogy már nem csak a moszkvai szentpétervári szűk elit az, aki, hanem hogy ez tényleg 10 milliós nagyságrendű ember, ami azt gondolom, hogy jó hír minden szempontból. Egy kicsit mondjuk visszakanyarodnék én most azért a konkrét fegyverek kérdéséhez is, meg egy kicsit előre nézve is. János, ti amennyire a híradásokból tudtok értesülni, ti láttatok olyan fegyvert eddig bevetve, ami tényleg 21. századi, vagy ez most tényleg a teljesen a 20. századi technológia még? Hát nagyrészt még azért a öreg rendszerek, amik dominálnak. 2008 után volt ez a nagy fölfutás elvileg az oroszoknál, akkor kezdtek el új rendszereket úgymond piacra dobni, de itt mindig figyelembe kell venni, hogy egy prototípus legyártása és a rendszerbevétel között azért nagyon sok idő eltelik, mert hogy ugye a sorozatgyártásban lehetnek problémák, akkor ugye csapatpróba és egyéb kérdések, tehát ez mind olyan dolog, ami nagyon sok időt, nagyon sok pénzt és nagyon sok energiát emészt fel. És egyfelől lehet, hogy még én nem vagyok ugye nagyon otthon abban, hogy az orosz hadsereg ezen a téren hogy működik, de valószínű még ez a nagy arányú folyamat távolról sem volt egy olyan stádiumban, ahol itt tényleg érdembe lehetett volna számolni ilyen eszközöknek a bevetésével. Másfelől pedig ott vannak ugye a szokott kérdések orosz oldalról, ugye, hogy mi legyen a régi eszközökkel. Ezeket jóval olcsóbb üzemben tartani, általában jóval egyszerűbb a kiképzés is rájuk, úgyhogy jobban megéri ezeket az eszközöket első körben üzemben tartani, plusz ott van az orosz valóság, korrupció, nem tudjuk pontosan, hogy ebből a reformokra szánt összegből mennyi jutott el ténylegesen a csapatokhoz, és volt ennek egy olyan fontos dimenziója is, hogy a oroszok azok nagyon sok szempontból ugye a high-tech rakétaerőkre, tehát nukleáris erőkre igyekeztek fordítani ezeket a pénzeket, tehát hiperszónikus fegyverek fejlesztése, ugye a nukleáris arzenálnak valamilyen szinten a jobb karbantartása, ezek mind belejátszottak, és ezek ugye nagyon költségigényes történetek. Ezt tehát mindenképp akarnám egyébként kérdezni, hogy mik léteznek most olyan fegyverek a világban, függetlenül attól, hogy az oroszoknak éppen van-e, vagy bevethető állapotban van-e, vagy mennyi van belőle, amik mondjuk egészen más minőséget mutatnak. Én pont ma reggel hallottam valamelyik tévés híradásban, hogy az oroszoknak is van, csak még nem vetették be olyan fegyverük, ami már nem robban, hanem a levegőt szívja el talán, és csak lehet, hogy kevés van belőle, vagy nem akarják, mert még brutálisabb pusztítás lenne belőle. Hát háborús bűncselekményre használnak. Ja, igen. De amiket használnak azoknak is. A kazettás bombának is, azt tudjátok, igen. Ez a termobarikus robbanófej, tehát ez egy új technológia, már második világháborúban ugye, igen. Ha jól tudom, igen, már voltak ilyenek, csak ugye a hatékonyság fejlődik. És egy pillanatra például a sokszor emlegetett drónokra is visszakanyarodva. Én azt gondolnám a laikus agyammal, hogy hát egy drónt, még ha harci is, ami biztos százszor drágább, mint egy sima polgári, amivel fotózgatsz. Hát 1 milliószor drágább, igen. Igen, de még akkor is jóval olcsóbb mondjuk, mint egy tank, pláne mint egy repülő, és hogy nem az történik, hogy jó, figyeljetek, akkor gyártsunk le, nem tudom, 30 ezer drónt, és azért az már elég sok ahhoz, hogy azzal már bármit, és még embert se kell oda küldenünk. Hát itt ugye nagyon sok függ attól, hogy hogyan képzelje egy haderő ezt a történetet, milyen források állnak a rendelkezésére, és hogyan tudja ezt integrálni a saját meglévő eszközei mellé. Tehát drónból is rengeteg féle van. Ha amerikai példákat veszünk, vannak ilyen mini drónok, amit egyes katona indít, egészen olyanig, ami ugye több ezer kilométeres működési távolsággal rendelkezik, és nagy magasságból képes akár csapást mérni. Ez ugye mind különböző árkategória, mind különböző karbantartási igényekkel rendelkezik, mert hiába pilóta nélkül repül, ugye irányítani még ember irányítja legtöbbször, karbantartani embereknek kell, és bár alacsonyabb az egységköltségük egy rendes pilóta által vezetett platformhoz képest, még így elhanyagolható a költség. És itt vannak különböző fejlesztési irányok, ugye alapvetően az szokott nagy kérdés lenni, hogy fegyveres vagy fegyvertelen kivitelben gyártják ezeket.
És hát az orosz iparnak voltak ilyen fejlesztései, de ezeket egyelőre nem nagyon látjuk, hogy hogyan használják, illetve nem nagyon látjuk, hogy milyen eredményességgel használják. Cserébe ugye ukrán oldalról pedig a Törökországból vásárolt drónoknak az alkalmazását, azt elkezdték mostanában látványosabban kommunikálni. Már nem egy videót láttam, amik kifejezetten hogy az ukrán vezérkar által lettek publikálva, és amik csapások végrehajtását mutatják a egyes orosz egységekre. Hát a Bayraktar sláger az már senkinek a füléből nem csúszik ki. Hát te pancseros vagy, András. 20 évvel ezelőttről. Nem mondj nekem ilyet, aki nem panzerozik minden nap egy picit. Na jó. Szóval, hát itt kőpapír ólóhatás is van meg azt, hogy mit akarsz csinálni. Tehát itt, hogy oké, ráteszed a teljes haderőd a drónokra, megy egy szép elektronikai zavarás, és nincs semmi másod, mert rátette drónokra, és akkor a másik kinevet. Drónokkal nagyon jól lehet precíz csapásokat, de nem lehet egy területet úgy uralni. Tehát, hogy oké, cirkálnak a drónok, de attól mi még a házban azt csinálunk, amit akarunk. Tehát igazából gyalogság tud elfoglalni egy várost, vagy egy területet, egy tanknak is megvan a bevetése, és persze a válasz mindig az, hogy mindenből legyen minden, és végtelen mennyiségű. De hát ez pénz. Most nagyon sok fejlesztések amúgy vannak látványos fejlesztések az űrhadviselésre, hogy fentről támadjunk a gravitációs fegyvert, hogy fejlesztenek lézerpuskákon. Na ezeket akarom már egyébként még kérdezni, de hogy oké, kézifegyvertank, hogy... tehát hogy azért ott is azt gondolnád, hogy hát már nem kalasnyikovokkal harcolnak, de. De tudod, a legnagyobb fejlesztések mire mennek rá? Arra mennek rá, ami a legnagyobb kritikus, a gyalogosra, hogy a gyalogos az információk birtokában legyen a megfelelő időben a megfelelő információnak, és ez nagyon nehéz harctéri körülmények között. Tehát egyrészt az, hogy lásson éjszaka, meg lehessen tudni, hol van, de az, hogy tudja, merre kell menni, akkor kevesebb gyalogossal több mindent elérsz, de ugye a terv addig létezik, amíg az első puskalövés el nem dördül, de a mostani nagy irány mégis az, hogy de utána is uraljam a helyzetet. Tudjam, hogy kit, hova. És ez hatalmas informatikai fejlesztés, pláne rögbiztosan erre nagyon sok megy. A mesterséges intelligencia alkalmazása tök szuper dolog, és a katonai része nagyon megy, hiszen gyors, hatékony, precíz, de hát a fizikai hekkeléssel komoly gondokat lehet elérni. Tehát, hogy megadom neki, hogy a fehér Z feliratú tankokat ne lőd, akkor az még oké, de akkor nyilván az ukránok is ideiglenesen rátesznek egy fehér Z-t, amíg átemennek. De hogy minden kijátszható, és az a kérdés, hogy valaki területfoglalásba gondolkodik, most sem a drónkultuszt, az amcsik hozták el, azért, mert ők a precíz terrorista elhárítás, és úgy legyünk rossz fiúk, hogy igazából jó fiúk vagyunk, spíl, az ugye ez megy a kommandós, aki bemegy, és csak gonoszt lő le, és a drón is ezt csinálja. Ez is egy jó értelemben mese, vagy egy történet, de azért a területhez gyalogosok kellenek, és ezek nagyon drágák. Tényleg drágák. Közbevágok egy kicsit, nyilván elhiszem, hiszen ti értetek hozzá, én nem, csak megint a laikus agy. Ugye szintén a napokban hallottam valamelyik műsorban ezt a kedves anekdotát, hogy amikor még Groznyba vonultak talán be az oroszok, akkor még hagyományos térképeket használtak és eltévedtek, hiszen saját maguk hamisították, vagy torzították ezeket a térképeket, és ez nagyon szépen rímel arra, amiről az adás elején beszéltetek, hogy az állandó titkolózás és hazugság hova vezet. De hát most azt gondolnád, hogy de hát a GPS, hát ugye az műhold, azt nem tudják kilőni egyik oldalról sem, hogy hát olyan egyszerű a tájékozódás, meg a vezénylés, meg az irányítás, de hát ezek szerint mégsem, illetve a kézi fegyvernél is, ahogy mondott, persze elhiszem, hogy a lézerpuska az még nincs csak a sci-fi filmekben, vagy nem tudom, hogy van-e egyébként. De hogy ugyan, tehát, hogy kalasnyikovokkal lőnek, ugyanott tartunk a gyalogos felszerelésénél, jó formán, csak a kevlár mondjuk könnyebb, mint a páncél volt a második világháborúban? Hát azért van fejlődés ilyen téren is. Tehát alapvetően, amit most kalasnyikovnak nevezünk, az már egy sokadik generációs fejlesztés az eredetihez képest. Ugye a kalasnyikov cég azóta rengeteg altípust dobott ki. Nagyon sok mindent ugye dizájnból, nyugati oldalról is átvettek, már mindenféle szerelékkel, mindenféle irányzékkal lehet ezeket használni. Alapvetően kaliberekből is már elég sok van. Tehát a jó öreg 762x39 mm lőszer az már az oroszoknál se annyira divat. Gépkarabé lőszerben már ott a... Mi a különbség egyébként? Tehát mitől jobb egy, nem tudom, kisebb vagy nagyobb kaliberű? Hát erről balisztikusokat kell megkérdezni, ez én kifejezetten nem értek. Nem a cél is azt, a cél nem, az, nem, hogy... Ugye a testpáncélban ugye volt fejlődés, és az már nem volt olyan hatékony ennek a leküzdésében, úgyhogy új kalibert rendszeresítettek ehhez.
és ugye hát volt az AK-74, ha jól emlékszem, az volt az első ilyen ugrás ezen a téren, azóta pedig már kismillió a verzió létezik. Tehát tényleg NATO kaliberekre is gyártanak, tehát igény szerint. Most már mondjuk ugye az export az egy kifejezetten nehéz történet, mert ezen a téren is azért, amennyire én tudom, erős korlátozások kezdtek el életbe lépni, de amíg ugye lehetett, addig a Kalasnyikov cég az nyitott minden irányba, és egyébként ők is terjesztették a profilt, nem csak a vodka és egyebek irányába, hanem tényleg drónfejlesztés és egyéb ilyen új harcéri igényeknek a kielégítésére, tehát alapvetően az oroszoknál is volt egy ilyesfajta elmozdulás. Még egy picit, ha visszacsatolhatok, ugye a high-tech kérdésekre, tehát az Egyesült Államokban a hálózatközpontú hadviselés volt, ami ugye a 90-es éveknek volt a slágvortja, és ez pontosan azt jelentette, hogy ugye szerették volna összekapcsolni az egyes lövészt, vagy belekapcsolni az egyes lövészt a magasabb információ áramlásba, lebontani ugye az ő szintjükre, és akkor az jött ki, hogy ez egy technikailag, költségeit illetően nem igazából megvalósítható. Tehát itt ugye egy harctér, főleg ha például egy városban vagyunk, az egy rendkívül nehéz történet technikailag. Lemegyünk az alagsorba, és akkor már a térerő a mobilon is elkezd fogyni. Na most, hogyha ilyen intenzívebb adatkommunikáció kell, akkor ez mindig egy nehéz kérdés. Egy nagyon beépített területen szintén komoly zavarok tudnak keletkezni ilyen téren. Az energiaigénye az ilyen rendszereknek, tehát mennyi elemet, mennyi akut kell ahhoz viselned, hogy mit tudom én, hogyha 48 órára beküldenek valahova, akkor még tud ezeket a rendszereket használni. És hasonlók, tehát itt kismillió praktikussági beli kérdés is fölmerül, amik a 90-es évek szintjén nem igazából voltak megoldhatóak, és ma is azért problémás történetet jelentenek. Azt érdemes még hozzá gondolni, hogy ugye az ilyen mobileszközök fejlesztésében az utóbbi időben azért volt egy ilyen váltás. Még ugye hidegháború idején alapvetően sok szempontból a katonai oldal volt, amit a innovációra készítette a különböző cégeket, addig újabban már nagyon sok mindent a civil szektor fejleszt, és most így a visszafelé alakítás az megint egy problémásabb történet, és ez nem értek, tehát ez tényleg egy szakembert kéne megkérdezni, de ebből is adódnak olyan kisebb-nagyobb problémák, amik ugye a katonai alkalmazást megnehezítik, illetve költségessé teszik. Tehát nem is feltétlenül igaz az, hogy egyébként most pont látnunk kellene olyan dolgokat, amik a civil életben még nagyon nincsenek itt, de majd 15 év múlva jönnének, hanem lehet, hogy egyszerűen előrébb tart egy, nem tudom, iPhone vagy tablet fejlesztés. Jó, ez így valószínűleg butaság. User élményben, dizájnban, kényelemben előrébb tart. Pont a diplomatika, de nem, ezek pontosak. Egy jó darabig az volt, hogy a katonai tech, meg a katonai kód, meg a katonai ezzel sokan. De ott azért van az ugye a szempont a robusztusság, a másik pedig az üzemképesség, tehát hogy ezek a kifinomult rendszerek tök szuperek békeidőben, amikor minden jól működik, elegendő sávszélesség van, stb. De pont a háborús körülmények, minél összetettebb egy rendszer, annál több a lába, és ha egy kirúgódik, tehát sokkal inkább a megbízhatóság, és pont ezért a katonai kód most abban szolgáltatok például egy 3D-s képet valakiről, ami igazából békeidőben nem egy probléma informatikailag egyikünknek sem, mert van okostelefonunk, és megyünk, és megcsináljuk, de ugyanaz biztosítani egy pincében, az egy nehezebb ügy, és nem azon múlik, hogy nála mi van, mert az nagyon robusztus és jó egyébként, azért követtem a katonai mesterséges intelligencia fejlesztéseket, de valóban az, hogy mennyit vigyen ez a nyomvadék a hátán, tehát tök, legyen ez is, az is, és a végén már ilyen vannak ilyen vicces képek az interneten lehet találni, persze minden szegény gyalogos katonám van, jó, az a másik világháborús ajtóelnősök a testsúlyuk kétszeresét képesek voltak magukra pakolni, de az meg azért nem életszerű, és megint kicsit katonai filozófia kérdése is, és nem akarok ilyen leegyszerűsítő lenni, hogy egy amerikai katonát életét sokra becsülik, és ráköltenek, és 2 millió dollárnyi technikát ráraksz egy gyalogosra, egy orosz meg azt mondja, hát figyú, azért vannak az orosz nők, hogy ezt a befektetést ellensúlyozzák, mert mi vagyunk sokan, mert nem ilyen egyszerű, de azért ez is katonai filozófia kérdése. Szóval a mostani fejlesztések, amiket újakat akar, vagy szeretnénk látni, vagy valami, ezek azért is a prototípus viszel, vagy ritkán bevitelt, annak nincs meg egy olyan mérnöki háttere, mint ahogy
Romániában vagy Erdélyben, ugye én ahol nevelkedtem, ott mindenki tudott Dacia-t szerelni, mindenkinek Dacia-ja volt, minden autószerelő tudott Dacia-t szerelni. Az AK-47 tipikusan ilyen, ugye Afrikában mindenki tud AK-47-et szétszedni és összerakni, jó kis túlzással, mert azzal látták el a piacot. És most, hogyha háborúba akarnál menni, mondjuk mi terveznénk egy háborút, most egy kicsit korszerűtlen a fegyvert adjak, de azt tudni, hogy működik a porban, esőben, sárban, és találok rá alkatrészt, és az autóból kiszedett rugó is jó bele, vagy ezt a, hát igen, pontosabban lő, nesztelenebbül lő, speciális a lövedéke, de senki nem tudja megszerelni, csak otthon, Ohio-ban, és akkor elmész a robusztusságra, és ezért, hát most cinikusan, de ezért van, amikor van valahol háború, az összes fegyvergyártó cég úgy örül, mint állat, mindent oda küldenek, hogy mindent kipróbálják éles helyzetben, mert akkor derül ki, a tesztpálya nem ugyanaz. Akkor végre rálőhetünk mindent, főleg az amcsik csinálják ezt, olyan technikai erődemonstrációkat csinálnak, van egy kis háború végre, hogy ott rálőnek minden, mert hogy kipróbálják. Jó, ez most tudom, gonosz persze, volt, pont de... ezt akartam egyébként kérdezni, János is nagyon bólogat, hogy amúgy lehet arra számítani, hogy a Ukrajnát fegyverrel segítő NATO és nyugati világ az most viszont akkor azért mégiscsak ad egy csomó olyan dolgot, ami valami vadonatúj, vagy pont ezen az elven azért ők is inkább maradnak a hagyományos bevált 20 évvel ezelőtti technológiánál. Szerintem maradni fognak a hagyományos jó technológiánál. Egyfelől ugye nem szeretnék, hogy nagyon modern technológia az véletlenül ugye idegen kezekbe kerüljön, másrészt... Kiderüljön, hogy van. Így van, így van. Tehát afganisztáni háborúban is ugye a szovjetek azért képesek voltak ugye átadott technikát zsákmányolni, ilyen-olyan esetekben, vagy akár megvásárolni, nem tudom, de háborús körülmények között ez is mindig érdekesen tud működni. Megint egy, amire nem is gondol az ember, pedig milyen logikus, hogy ezért nem érdemes a legmodernebb technológiát odaadni, mert akkor lesz az ellenségnek is előbb-utóbb. Ugye van erre a szép angol szó, hogy reverse engineering, tehát ez a visszadolgozás. Tehát amikor fognak egy fegyvert, szétszedik, megnézik, hogy hogy működik, és próbálják leutánozni. Tehát ez a világtörténelemben már működött egy párszor, úgyhogy ilyen téren nem feltétlenül ugye érdemes a harmadik fél kezébe adni a legjobb technikát, és ugye a export kontrolloknál ugye általában az szokott lenni a központi szempont, hogy amikor eladnak valamit, akkor ugye attól függ, hogy mennyire jó szövetséges, ahhoz képest butítják le egy picit a technikát. Aha. Tehát, hogyha... Na hát, most, ezt se gondoltam volna. Igen. Tehát most mondok egy konkrét példát, ugye Irak az rendelt M1-es nehéz harckocsikat az Egyesült Államoktól, de ezek nem olyan harckocsik voltak, amik készleten voltak, vagy felújították volna őket, hanem egy az egybe a elejétől végig legyártották külön ugye az iraki szempontoknak megfelelően, mert hogy például az M1 nehéz harckocsinál, amennyire én tudom, ott a páncélzat összetétele is tulajdonképpen az amerikai verzióban az egy minősített technológiának számít, úgyhogy harmadik félnek azt nem adják oda, hanem vesznek egy hagyományosabb, öregebb ilyen technikát, legyártják, és az kerül kivitelre. Hát ez elképesztő, ezzel azt mondod, hogy valamit meghirdetnek, és nem azt a terméket kapom meg pont, vagy az a nő nem is néz ki olyan szépen a való életben, ugyanazt mint a láttuk, képen, amit elküldött nekem. Nem, az, bocsánat, az osztrák spár és a magyar spárban árult csirke fasírt közötti különbséget is. És ezek a fegyverpiac, ez ugye nagyon nagy, de itt visszatérő arra, milyen technikát adsz át, azért az is benne van itt megint szóval az, hogy a tudás. Még hogyha most tekintsünk is attól, hogy ilyen nem, mert a legmodernabb technikát odaadni, akkor mennyi időt tanulja meg, most van egy ilyen háborús helyzet, azért most a kézi rakétákat adják, stb., mert ez egy matek. Egy kézi rakéta jóval olcsóbb, mint egy antank, ezt 3 nap alatt meg lehet tanulni, ami tök gyors. Tudom, hogy a filmekben a jó nők azok csak a vállukra kapják és kilövik, de mondjuk 3 nap, és azzal megtanulod, és X rakétával akkora pusztítást okozol, ami szignifikáns. Ezt át lehet adni. De az, hogy mondjuk a NATO kibervédelmi központjában most már ukránok is beléphetnek, az például egy hatalmas dolog, ami nem látványos, de viszont egy olyan technológia átadása, ami nagyon-nagyon fontos, és vágytak rá. De nem tudsz űrtechnológiát odaadni egyből. Mondjuk van egy titkos tankja az amerikaiaknak, és most kimasíroznak föld alól, akkor mit csináljon az a szegény ukrán, amíg egy hónap megtanulni vezetni?
nem ott harci körülmények között bonyolult technológia. Igen, a tankoknál is mindig leakadok, hogy arról is azt gondolnám laikusként, hogy de hogy az már minek? Hát akkor oké, de legalább akkor repülő hajó, azt értem, gyalogságot most már értem, hogy elmagyaráztátok, de hogy a tank az mire jó? Hát a tank az nagy tűzerőt és aránylag jó védettséget jelent, és oda megy, ahova nagyjából kell. Tehát mozgó, biztos tűzerőt jelent, és városi harcokban ugye ennek nagy előnye tud lenni, bár megvannak a maga erős korlátai is, és hát ugye manőverezni, ugye szabadtéren pedig kitűnően lehet vele. Tehát ahhoz, hogy valamit elfoglaljunk, ahhoz kell a gyalogság, de ahhoz, hogy a gyalogság elfoglalja, ahhoz kellenek ugye egyéb erők, amik segítik őket. Tehát ennek megfelelően ugye első világháborúban azt mondták, hogy a gyalogság a csatatérnek a királynője, de a tüzérség az a király. Uh-huh. És azóta ez ugye egy picit átalakult, de ettől függetlenül ugye a tűzerőben bekövetkezett változások miatt nélkülözhetetlen, hogy ezek a segítő technikák ne legyenek ott. Értem, viszont, bocsánat, Erpi, rögtön mondhatod, Molotov koktél a kérdés, amit már az előbb, hogy 56-ban sikerült Molotov koktélokkal tankokat megállítani, most is arra biztatják még a lakosságot is, hogy 2022-ig nem lett annyival biztonságosabb egy tank, akármilyen páncéllal, hogy mondjuk egy Molotov koktél és sörös üvegben benzin meggyújtva, az ne tudja tönkretenni? Ezek szerint nem. Biztonságosabbak lettek, itt minden a mennyiségen tud múlni. Ah. Tehát például az amerikaiak bementek Bagdadba, akkor ott nagyon sokat profitáltak abból, hogy a kezelőszemélyzet az nem volt kiképezve megfelelően RPG-knek a használatára. Ugye azt tudni kell, hogyha jól tudom, így amerikai leírások alapján az RPG-k robbanófejeinek kell egy kis idő, amíg élesednek, hogy ugye hiba esetén ne kapásból a lövészt vigyék el, uh-huh. És nagyon sok esetben közelebbről lőtték ki ezeket a rakétákat, mint hogy azok élesedtek volna, úgyhogy... Koppant a fém a fémen, és nagyjából ennyi volt. Igen. Ugye a kiképzés ilyen szempontból fontos, és hasonlóképpen ugye az ilyen improvizált fegyvereknél ott is megfelelő helyeket kell célba venni, ott se járt egy előképzettség, hogy mit Igen. is kéne csinálni. Ha városról beszélünk, az mindig egy nagyon brutális háromdimenziós hadszíntér. Tehát harckocsinál ugye mindig a lövegcsőnek az emelkedési szöge az korlátozott. És tényleg azt nem lehet fölemelni teljesen az ég felé? Igen, tehát vannak miért korlátok. Különben? Bár mondjuk egy valószínűleg egyikötök sem tankmérnök, nem. De hogy milyen fura, hogy azt jó, mindegy. Hatás kell egy fix pont a visszarúgást megtartani, hogyha teljesen átpordulról teszed, akkor egy olyan szerep kéne oda. Aha, mégiscsak tankmérnök is van köztünk, Rabárpáz tapsot kérünk, köszönöm szépen. Fotelhod vezér. Szóval, hogy akkor lehet Molotov koktéllal is megállítani. A másik kérdés az az, hogy láttok-e ti egyébként most már egy kicsit még így feszegetném így a végére ezt a jövő háborúja kérdést, hogy van-e már olyan dolog, ami tulajdonképpen itt van, kivitelezhető is, csak most még nagyon drága, de tudjuk ugyanúgy, mint mondjuk a 3D nyomtatóról, vagy bizony, vagy a legújabb telefonról, hogy oké, de pár év múlva ez már automatikusan olcsóbb lesz, és aminek hatására esetleg azért tényleg az ember életet, különösen a civil életet, de a katonák, tehát hogy eljut adhatunk-e oda, hogy a legvéresebb háború is ne szíriai vagy ukrán, hanem iraki legyen, ahol kis túlzással név szerint tudjuk az összes áldozat nevét. Vagy ez még nagyon messze van, tehát, hogy egyelőre nincs olyan technológia, amivel azt lehet mondani, hogy... Hát, ugye itt mindig szem előtt kell tartani, hogy az erőszak alkalmazás, ez ugye általában valamilyen kényszernek a alkalmazását jelenti, és a kényszer az emberek ellen irányul. Tehát egyik végről valószínű, azért még egy jó ideig lesznek emberi áldozatai a történetnek. Az más kérdés ugye, hogy a szervezett haderő elleni alkalmazásban ott azért ugye láthatóak különböző ilyen fejlesztési trendek. Ugye a pilóta nélküli repülőeszközök mintájára gondolkoznak erősen ugye a személyzet nélküli szárazföldi eszközök, vízi eszközök fejlesztéséről, ami ugye egy picit anyagháborúbbá teheti majd a jövőben az ilyesfajta államközi konfliktusokat. Ez amúgy hol tart? Mert hogy eszembe se jutott, de hát ez is mennyire logikus már, hogy hát miért kell abba a tankba ember, hát el lehet azt vezetni távirányítással is, még csak nem is kell magát vezetnie. Egy darabig, de a legénység arra is ott van, hogy karbatartsa
tartsa azt a járművet. Aha. A személyzet az ugye a saját tapasztalatát beleviszi ilyenkor a történetbe, ott mégiscsak 3-4 embernek kell ugye típustól függően megfelelően együttműködnie. 3-4 ember x kilométer távolságból nem biztos, hogy első körben ugyanazt meg tudja csinálni. Na nézzek azért Árpira a hálózati játékos first person shooter szakértőre is. Na majd mindjárt mondod. És hát ennek köszönhetően azért ebben a technikában még vannak ugye fejlesztési problémák, de szerintem évtized kérdése, hogy az irányban ezek... már azért látszik. Így van, és akkor ehhez jönnek ugye az olyan kérdések, mint a autonóm rendszereknek a fejlesztése, ami már megint ugye ott van a láthatáron, amiről már ugye különböző diplomata fórumokon tárgyalnak is, hogy esetleg hogyan korlátozzuk azt, vagy ne korlátozzuk. Ezek mik is? Autonóm fegyverrendszerek olyan eszközök, amik emberi beavatkozás nélkül hoznak döntéseket az erő alkalmazásával kapcsolatban. Tehát az már egy ilyen új szintje lenne az ilyen gépi, gyakorlatilag erő alkalmazásnak. Ami még gyerekcipőben jár technológiailag, tehát én nem tudok róla, hogy ilyen eszköz bárhol bevetésre került volna, de a fejlesztési irány az már megvan, és hát várhatóan azért itt is lesznek fejlemények belátható időn belül. Akkor ott van a már említett ugye mesterséges intelligencia használat, ami ugye célzás, célpontfelderítés, egyebek kérdéseiben valószínű már azért most is egy fontos szempont, és ugye a jövőben pedig várható lesz, hogy ugye a autonóm rendszerekkel, egyéb kérdésekkel összefonódva azért jóval nagyobb hangsúlyt fog kapni. De az, hogy a technológia fejlődése, a szervezeti fejlődés, illetve a humán oldal, azok hogy tudnak együttműködni, vagy hogyan érintik egymást, ez mindig egy nehéz történet. Tehát itt a tipikus példám az mindig az első világháború szokott lenni, ahol a technológiai fejlődés erősen megelőzte azt, ahogy a vezetés, illetve hát a szervezet működött, és első körben ugye nem látták át, hogy hogyan lehetne ezeket az eszközöket hatékonyan használni, hanem ott a hadszintéren kellett beletanulniuk, hogy ezek mégis mire jók, mit igényelnek, stb. Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy sajnos háború kell hozzá, hogy ez a fejlődés ez megtörténhessen, és egyáltalán mondhatjuk azt, hogy azért a fejlődés iránya az az, hogy minél kevesebb áldozat legyen, emberi áldozat, vagy erről szó sincsen, pont minél tömegesebb pusztítás a cél. Nézek mind a kettőtökre. Hú, én meg számos visszajelzés azért, de maga, hogyha most így az emberiség fejlődését nézzük, azért akkor is az erőszakmentesség felé megyünk. Alapvetően a 20. század óta a legerőszakmentesebb század az emberiség történetében, meg világháborúkkal együtt is. És az, hogy ezt az erőszakot átték a fizikai térbe, vagy a gazdasági térbe, ez alapvető irány. Tehát ezért mondtam, hogy a 19. század háborúzik a 21-kel. Nem akarunk háborúkat. Más kérdés, ahogy mondtad is, hogy kényszerhatás. Ez a kényszer lehet az is, hogy valaki annyira bajban érzi magát, hogy elveszítem az identitásomat vagy a földjeimet, és ezért háborúzni kezdek. De azért ez a terület alapú háborúkat már azért jó néhány éve fölváltották a gazdasági háborúk. Ennek az az oka is van, hogy az értékek, amik megszerezhetők, azok áttevődtek a gazdasági értékekre, tehát tőkére, vagyóra, digitális kultúrára, infrastruktúrára. Tehát az, hogy oda megyek és megszerzem azt a legelőt, az már nem akkora érték, mint hogy a legelő mellett élő embereknek a pénzét megszerezni. És az, hogy oda megyek és lerombolom az infrastruktúrát, akkor azzal én nem nyertem. Tehát a háború célja ugye, hogy valamilyen értéket szerezni, mivel az értékek megváltoztak a fizikai erőforrások mellett mások is vannak, ezért a fizikai háborúknak leáldozott. Ez az alapkoncepció. Más kérdés, hogy a jövőben az erőforrás szegénység, mondjuk, hogy csak egy országnak van majd chiphez mondjuk fémje, akkor valószínűleg megnő az érdeklődés azon ország felé, hogy visszatérhetnek a fizikai háború. De az előbbi ez, hogy persze távirányítású tank, meg minden, és a jövő az biztos, hogy a kiberhadviselésé is. Persze, csinálsz egy távirányítású tankot, de én egy jó programozó, és átveszi a te tankot fölött a hatalmas, visszaküldi hozzá, az tök szomi, sokkal egyszerűbb, ugye a legbiztonságosabb gép, amin is az internetre kapcsolva, és ezért is van az, hogy embereket rakunk. Egyébként 3 cég foglalkozik autonóm drónfejlesztéssel a világon, 3 az, aki kimagasztó, és az egyik abból magyar. Csak mondom, hogy abszolút az élvonalban vagyunk, ez csodálatos dolgokat csinál az a cég. A lényeg, hogy szerintem a jövő egyik háború biztos, hogy a kiber. Most
megint csak félreértés ne legyen, mert rossz, hogy most háború van, de milyen gagyi már, hogy semmi kibert nem csinálnak az oroszok. Olyan értem, hogy tudom, telepítettek ilyen férget, meg ez, meg az, de eleve az, hogy az ukránok tudnak kommunikálni a világgal. Tehát eleve ott kezdődik, hogy lekapcsolsz mindent, eltünteted. Nem lövöd szét az erőművet, hanem átveszed fölötte a hatalmat. Tehát a jövő háborúja ez, hogy először... És én azt hittem volna, hogy a jelen háborúja is ez, de hát közben nem. Bocsánat, csak azért vagyok a szabadba a kiberre, azért nem menj túl mélyen, mert hogy ugye, mint tudjuk. Nem megyek mélyen, csak hogy így a jövő, meg az intelligencia fejlesztések, ezek mind igazak, de a jövő háborúja az... Az én vágyaim vagy reményeim szerint az akkor is mondjuk olyan kéne legyen, hogy a digitális térben, nem tudom, egy jó szimulátban Putyin meg valakiért nemi szervét össze tudja mérni, a szimuláció lefut, és kiderül, hogy figyelj, ezt elmérted, és akkor lenyugszik. Tehát, hogy nem, tehát ez a háború típus, ahhoz, hogy az emberiség túléljen, vagy hogy éljünk, ez már nem lehet. Tehát a jövő háborúja nem lehet. Egyáltalán nem lehet háború, de hanem ezek a, mondom, gazdasági vagy precíziós dolgok esetleg, azért tök régóta ilyen zsoldos seregekkel vívnak precíziós, sumáksági, meg puccsos dolgokat, tehát zajlik egy csomó minden a földön, tudom én, hogy nem, de ez a típusú háború, ami most zajlik, ez nem szabad, ez ne legyen a jövőben. Most nem ilyen vágyszinten, hanem a maga az egész trend nem erre mutat. János, jegyzeteltél is, mint csak egy-két gondolat, igen. Tehát ugye gazdasági szempontból, mert ugye a második világháború óta azért kevésbé kifizetődő a dolog, tehát láthattuk, hogy ugye a németek elmentek Sztalingrádig, közben ugye a szovjetek gyakorlatilag teljes ipari infrastruktúrát, egyebet szabotálták, és amikor megfordult a front, akkor ugyanez volt a történet, és hát gyakorlatilag ott gazdaságilag senki nem tudott ebből hasznot hajtani, sőt, ez egy baromi nagy ráfizetés volt, és utána ugye bejött ugye a nukleáris dimenzió, második világháború után, ami aztán meg végképp ugye első körben, még második körben is ugye megnyerhetetlenné tett egy ilyen konfliktust. Cserébe volt egy visszalépés ugye a konvencionális háború irányába, sőt a gerilla erők támogatása volt, ami ugye a harmadik világban előtérbe került, ahol a közvetlen összecsapásnak a lehetősége a szuperhatalmak között azért minimalizálódott. De az erőalkalmazás az ugyanúgy tulajdonképpen klasszikus értelemben zajlott tovább, úgyhogy könnyen lehet, hogy a későbbiekben is azért lesznek ilyen korrekciós szempontok, és magára a kiberre, majd ezt meghagyom ugye a szakértőknek, én csak egy nagyon primitív saját felvetés, hogy a hadviselés az szeret új területekre kiterjedni. Tehát míg az első világháborúig ugye például csak a tenger felszínén zajlott a háború, első világháborútól kezdve már a tengerszint alatt is elkezdett. És ugyanígy az információs spektrum az be volt vonva, ugye akkor még a cenzúra kapcsán, illetve hát a propaganda kapcsán, de most ugye a technológiai lehetőségek új szintjével tulajdonképpen majd egy hasonló kiterjedést láthatunk esetleg, és már 2003-ban is volt egyébként arról szó amerikai oldalról, hogy meg lehetne próbálni azt, hogy akkor pénzügyi rendszerek elleni, akár közvetlenebb fellépés az irakiak ellen, vagy ugye kommunikációs infrastruktúra közvetlenebb támadása. De azt kell látni, hogy a mostani kontextusban valószínű volt egy olyan szándék orosz oldalról, hogyha gyorsan át tudják venni Kijevben az irányítást, akkor egyfelől ezt kommunikálni kell szélesebb Ukrajnának, lássák, hogy mi is történik, másfelől meg hazafelé is, ugye szerették volna azért produkálni a történetet, és amikor ez ugye első körben nem működött, akkor lehet, hogy nem volt rá pontos B-terv, ezt majd meg fogjuk látni talán egyszer, 20-30-40 év távlatában, sajnos ezt nem tudom holnapra ígérni. De biztos, hogy sokat fogunk erről megolvasni. Így van. De mindenképpen ez is egy érdekes dimenziója lesz. Plusz azt hozzá kell tenni, hogy másik oldalról viszont voltak látványos eredmények, tehát a Kreml honlapja az például, ha jól tudom, napokig elérhetetlen volt, a Russia Today ellen is hajtottak végre sikeres ilyen kiber akciókat, tehát zajlik ott is az élet, csak
kevésbé. Hát, ezen az oldalon úgy, hogy most mondjuk úgy, hogy ukrán vagy, de ott még inkább ilyen nyugati hacker csoportok azért, tehát a biztonsági műholdak fölött irányítás átvétel, ami most így mindenki így örül, hogy ez így szuper, de elkezdesz belegondolni, hogy amúgy, ha most nem így zajlik, valaki át tudja venni egy ország a biztonsági műholdak fölött az uralmat, ez megtörtént, vagy az, hogy biztonsági kamerák felvételei fölött átveszed az uralmat és kiírtál szöveget. Tehát most azért a hackerek sokat bizonyítanak, de ahhoz, hogy keressük itt a háborús eszközök jövőjét, csak egy ilyen kis sztori, amit itt töprengtem rajta, oké, én másik világháború mániás vagyok, de hogy első világháborúnál jön egy innováció, jelkedik, aztán ugye a tank, csak azért, mert szóba jön. És hogy ki, hogy elmondja meg a jövőjét. Tehát a franciák azt mondták, hogy itt van ez a tank, szívó, ez arra való, hogy a szögezdrótot letapossa, átvigyen, ezért csináljunk nagyon-nagyon erős védelmi vonalakat, betonbunkereket épít, hihetetlen statikussá irányítja, mert őre az innovációra úgy reagál, hogy belépítek egy szuper statikus védelmet, amin ezt sem tud áthatolni, telefonvonalakat húzok ki. Jön a másik, ránéz a tankra, és azt mondja, hogy egy gyorsan mozgó eszköz, rádiókommunikációt használok a tankok között, és nem telepont, és gyorsan fogok mozogni vele. És akkor, ugye, német, de hogy most látsz egy technológiát, mondjuk a drón, és akkor elképzeled ennek egy jövőjét, és fölteszed rá az országod jövőjét, eltolod nagyon egyik irányba, hát a francia hiba akkor is az volt, hogy nem voltak rugalmasak, tehát egy lapra tették föl, oda húztak. Persze utólag mindig könnyű, hát igen, persze a tank az a blitzkrieg, jó, de hogy most a drónban mi a jövő például, hogy rátegyem a nehéz súlyú drónokra, vagy az önrobbanókra, vagy a megfigyelőkre. Nem meri szerintem már senki egy fegyverre ennyire rátenni a jövőjét, mert mi van, ha kiderül, és utólag majd a Árpád 4.0 50 év múlva megokosul, hát látszott a show, hogy hát ez a dróncuc, hát nem áll, de érted, tehát, hogy mindenki látta. Nem. Két gondolat tényleg most már csak zárásként. Az egyik, az pont ez az első, második világháborús összevetés, ami ugye lehet, hogy azért egy két hete zajló háborúnál még nagyon korai, de hogy ez az áldozat kérdés, hogy látunk esetleg bármi olyan dolgot, hogy ebben azért legalább annyi előre mozdulás van, hogy tehát bármennyi áldozat rettenetes, és nyilván most is nagyon sok van a nullához képest, de hogy az azért arányaiban kevesebb, mint amennyire a ti hadtudományi ismereteitek engedik megmondani, mondjuk ez az első, második világháborúban lehetett, vagy ezt nem tudjuk így megmondani. Az a baj, hogy ugye nincsenek megbízható adatok. Tehát egy háborúban mindenfél ugye abban érdekelt, hogy azt kommunikálja, ami az ő stratégiai narratíváját segíti. Úgyhogy, ugye, ahogy korábban említettem, orosz oldalról eddig olyan 500 áldozatot ismertek el, ukránok 11 ezer orosz halottról beszélnek, amennyire tudom, egy-két napja még ez volt a szám, és akkor hol van az igazság, ugye? De ha most azt mondjuk, hogy nyilván ez így volt régen is, tehát, hogy oké, akkor veszel egy közép számot, hogy az a néhány ezer halott az egyébként mutat, nem lehet azt mondani, hogy mutat előrelépést, nyilván nagyon butaság ez, de hogy az azért kevesebb, tehát kevésbé brutális ez a háború, vagy sajnos tökéletesen ugyanolyan brutális az áldozatokra nézve, mint voltak a régiek? Hát ez egy nehéz kérdés valóban, mert itt minden esetben ugye emberi sorsokról van szó, de hát azt kell mondani, hogy a katona szempontjából szerintem nincs sok különbség. Ugye alapvetően az eszközök azok nagyon hasonlóak, illetve adott esetben pontosabbá váltak. Tehát egy harckocsinak adott esetben a kilövése egy modern páncélelhárító rendszerrel az talán egyszerűbb, mint a második világháborúban volt. Nagyobb távolságról lehet, és ez ugye egy picit árnyalja a dolgokat. A lövészkatona szempontjából én nem látok olyan nagyon nagy változást, tehát alapvetően ott is a fenyegetések száma az talán valamivel nőtt, erősebb eszközök, nagyobb hatótávolság, óvatosabban kell azért ágálni, ugye sokkal jobb felkészítés kell, ugye eleve a városi hadviselést azt a második világháború teremtette meg. Hidegháborúban ezt elfelejtették legtöbb helyen, mert hogy az volt ugye az elképzelés, hogy ugye nukleáris eszközök árnyékában a nagyvárosok azok gyakorlatilag vagy elpusztulnak, vagy feladják, tehát nem kell kifejezetten városi hadviselésre készülni, és aztán a 90-es években újra kellett tanulni ezt a történetet, ezért is volt például az oroszoknak olyan nagy veszteségek Groznyban, mert ők hát a második világháborús tapasztalatokat nem építették be a modern képzésbe,
úgyhogy nulláról indultak. Értem, tehát az egyik oldalról akkor az örök kettőség, ugye elmondhatjuk, hogy itt nincs lineáris fejlődés vagy előrelépés, de a másik oldalról viszont meg az általatok korábban említett dolognál az jutott eszembe, hogy valójában viszont ezt a háborút a gazdasági háború tudja csak megnyerni. Tehát ezt valószínűleg nem a fegyverek tudják eldönteni, hanem az, amiről ti is beszéltetek, a világban soha nem látott egységes gazdasági szankciók, a hátországnak, a hála Istennek nem fegyverrel, hanem tényleg a fogyasztási lehetőségeinek a korlátozásával történő terrorizálása, akár hívhatjuk így is, tehát hogy ebben viszont meg mégiscsak egy egészen más minőséget mutat ez a háború, vagy hát majd meglátjuk, hogy így lesz, de hogy nagyobb esély van arra, hogy ha valami miatt vége lesz, akkor inkább emiatt, mint azzal, hogy a fegyverek tudnak dönteni. Szerintem nagyon fontos dolgot emeltél most ki, és akartam mondani, most ez nem ilyen dicséret volt. Ugye, köszönöm, pedig az is lehetett volna. Dicséret volt, értek, hogy mert hogy igen, tehát, hogy most azzal, hogy azért mindenki tanult, és mégis változott a világ, és a gazdaságnak nagyobb az ereje, és összekonnektálódtunk, egy gyorsabban lefut. A másik világháborúban is tudták a japánok mondjuk, hogy erőforrás háború az amcsik, és az elején le kell csapni rájuk, de az olaj, és el kell foglalnunk ezt a szigetet, de játszottak ezzel. Most az történik, hogy napokon múlik. De most nagyon leegyszerűsítve az a kérdés, hogy az ukránok kitartanak-e addig, hogy a gazdasági front megnyerje az acélfrontját. És ez most néhány nap alatt zajlik le, tehát nem 5 év alatt, mint a másik legherő, vagy 7 év alatt, stb., hanem azonnal számol mindenki. Hívjuk tőzsdének, hívjuk fogyasztói társadalom, de azonnal visszajelez. Nem az, hogy jó, elindul a háború, hamarosan valami lesz, hanem már a hátországot azonnal gazdasági szankciókkal megérzi, és hiába bív Oroszország információs háborút, ezeket a szankciókat megérzi a hátország, és mindenki veszít, ezt is értem, és nem is jó. De szerintem nagyon fontos különbség, hogy mindig is összefonódott a gazdaság és a háború, de most a gazdaság jóval előbb megmutatta azokat a tigris karmokat, hogy figyelj, ez így nem oké. És én remélem, hogy ez a racionalizáció, ez tényleg az innováció, amit az elmúlt 50 éve elhozott nekünk. És ennyiben hálásak is lehetünk a fogyasztói társadalomnak, amit annyiszor szidunk. Én még egy valamit tennék hozzá katonai oldalról, hogy ma már ugye nem a második világháborús hadiparok működnek, tehát mind az orosz, mind az ukrán erőknek azért legtöbb eszköze az véges. Nincs az, hogy gyártósorok egybe vannak, és akkor átállítjuk haditermelésre az ipart, és akkor harckocsik fognak közölleni, hanem ugye ezek a fejlett eszközök, ezek véges számba vannak, és hát most meglátjuk, hogy mennyi ráfordítás éri meg ilyen téren az oroszoknak az, hogy ezt a történetet megpróbálják végigvinni. Ezt se gondoltam volna egyébként, és hányszor hangzott el ebben az adásban, már a második évadban, meg az elsőben is ezt se gondoltam volna. De hát igazából ezért vagytok itt. Nagyon szépen köszönjük. Kemény János, Rab Árpád, ne felejtsétek el, hogy március 28-án, hétfőn, 6 órakor találkozunk a Keg Sörműfházban, az Orlai utcában mindenkivel, aki szeretne élőben sör mellett is hasonló témákról beszélgetni, vidámabbakról is remélhetőleg. Itt az éterben megtalálkozunk hamarosan. Legyen béke, sziasztok! Legyen így, sziasztok! Ez volt a Jövő Zenéje.